álló termetes balátlövőjük, akik igen hatékonyan lőkapura. Reálisan látod viszont a saját csapatod teljesítményét, hogy látod, hogy mennyire verhetők az ellen, mennyire verhető a román csapat? Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen győznünk kell. Különbségben nem nagyon szeretnék belemenni, mert ez így elég elkapkodott kijelentés lenne. Mindenféleképpen megpróbálunk egy meggyőző előnyre szert tenni, de az elsőleges célunk, hogy jól játszunk és a terveinket teljesíteni tudjuk. Van sérült a csapatnál, aki esetleg nem tud játszani a mai mérkőzésen? Sajnos vannak sérültek. Sós Viktóriát a múlt héten pénteken műtötték meg, egy keresztszalag műtétje volt, illetve az Ukrakova Lucia hátsérülése miatt nem tud ma még pályára lépni. Nemrég jötték ki az öltözőbe. Mit láttál a lányok szemébe, mennyire vannak feltüzelve a találkozóra? Én úgy gondolom, hogy mindenki készült és mentálisan megpróbál lehetőleg jobb állapotban lenni. Én úgy gondolom, hogy fel fog pörögni a csapat, és bízom benne, hogy azt nyújtják, amit elvárunk tőlük. Ugye egy ilyen kupameccs mindig más hangulatú, legalábbis egy ilyen nemzetközi kupamérkőzés, sokaknak fel kell nőni a feladathoz. Igen, egyértelmű, ez egy nagy kihívás, ez is úgy mondom inkább a mai kupában is szerepelni. Ugye ez már kieséses rendszer, amelyből tovább kell jutni. Nyilván vannak nagyon fiatal játékosaink, akik nagyon kevés alkalommal mutathatták meg még nemzetközi szinten magukat. Nekik is egy óriási lehetőség, de én úgy gondolom, hogy elsősorban csapatban kell és csapatként kell gondolkodnunk. Na hát azt hiszem, hogy rajtunk nem fog múlni, hiszen dukkolunk a Debrecennek, meg hát itt vannak a nézők is a főnéscsarnokban. Hamarosan kezdődik a találkozó. Mi is nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket Debrecenből. Hát nagyon nehéz ilyenkor lelkesedni, meg a mérkőzéssel foglalkozni, de ezt tesszük mi is, Köszner Vilmossal együtt. Ugye a Galaszról keveset tudunk, a Debrecenről annál többet tudjuk, hogy a bajnokságban a Győr egyetlen komoly riválisa, és azt hiszem az elhangzottak is azt igazolják, hogy itthon mindenképpen elvárás a biztos győzelem? Nem tudom. Na, valóban azt gondolom, hogy egy olyan mérkőzést fogunk látni, amelyen a Debrecen erőfölénye lesz jellemző. Biztos vagyok benne, hogy a Botond a szerdai meccs tapasztalataiból kiindulva mindenképpen egy lendületesebb, jobb támadójátékkal fog DVSC nagy arányban győzni. A debreceniéknél nem játszik egyébként Lucia Ukrakova, aki sajnálatos módon gerincbántalmakkal küzd. A visszavonulást, a sportolás abbahagyását javasolták neki. Remélhetőleg azért lesz majd más diagnózis is, és lesz gyógymód, minden esetre ő nem bevethető. Csak úgy, mint Sós Viktória, aki tércsérüléssel küzd. Francia játékvezetők egyébként a mérkőzésen, amelyet a Phoenix csarnokban rendeznek, és amely himnusszal kezdődik. Csarnok, és ez azért más közeg, mint a Hódos, mert más a tér, edzettek is itt a játékosok, és Bakó Botonddal beszélgettem erről, azt mondta, hogy nem volt könnyű megszokniuk. Annál is inkább, mert megint félbehagyom, mert a székely himnuszba kezdtek a szurkolók. Szóval a Phoenixre visszatérve,
edzett itt a csapat, és játszott egy mérkőzést egy bajnokit a Dunafer ellen, és mondta Bakó Botton, hogy nehéz volt megszokni nem csak a térhatás miatt a csarnokot, hanem azért is, mert a hódosban különböző sportágak jelzései fel vannak festve, és ezek tájékozódási pontot gyújtanak a játékosoknak, míg ezek itt hiányoznak, itt csak egy kézilabda vonalazást láthatunk. Így van, látszott is a játékukon, hogy más a tér és más a közeg, amiben játszanak. Valóban vannak olyan segédvonalak a hódosban, vagy általában megszokott csarnokokban, amelyek támpontokat nyújtanak az átadásokhoz, támpontokat nyújtanak a védő támadó tevékenységgel. Hát ez itt hiányzik, de hát másik hete edzenek itt, és hát remélem, hogy a szerdai mérkőzés tanulságait is fel tudták használni ez a mai mérkőzéshez. Most gyászszünet következik Marian Kozma emlékére. Vannak ismerős nevek a vendégcsapatban, és valóban a legutóbbi keretben még, ami az interneten is fellelhető, ott van Borbély Zsanett és Jenőfi neve, de azóta ők már átigazoltak, úgyhogy az ismerős nevek közé mindenképpen Blaga tartozik, aki annak idején még a Dunaferben védett 2002 és 2005 között, Pálinger cseréje volt. Aztán Gyónia, ő pedig Valentin Gyónia felesége, a Pixeged remek szélsőjé, ő a jobb átlövő egyébként az Otelul Galácsban. Patru pedig, aki a bal szélen látható, játszott annak idején Vácon, tehát ugyancsak a magyar bajnokságban. Blagáról annyit, hogy Krakana néven szerepelt annak idején a Dunaferben, azóta férhez ment. Pirosban láthatjuk természetesen a Debrecent, Pastrovicsal a kapuban. Egy szép bejátszás, Szabó Valéria szedte össze és dobta be. Bognár Barbarától jött a passz. Nagyon fontos, hogy 30 másodpercen belül be tudott találni a csapat. Főleg ennek a tragikus eseménynek a hátterében fontos lesz az, hogy megfelelő hangulatban és megfelelő dinamikával tudjanak dolgozni. Lehúzzák a szélre a románok. Pastrovics, nagyon éles volt a szög, és onnan vállalt el Csarić. Megint nem tudják megakasztani a lerohanás, aztán a végén mégis. Krap játszotta be most Szabónak a labdát. Jobb lett volna, tovább teszi, mert nem egyből a bejátszás választ, akkor egy jobb helyzet alakulhatott volna ki szerintem. Egyébként a Debrecennél ugye említettem, Pastrovics véd, Csáki és Tuparisova a két szélső, Hornyák játszik, Bognár játszik és Krap Szabó Valérián kívül még. Blaga, Hornyákot láthattuk, az év legjobb utánpótlási játékosa lett Magyarországon. Azért a hangulat a románokat is zavarja, mert most a második hibáikat követték el. És hát remélem, hogy az ellen a szűk zavaró ellen, amit ugye ez a csapat most védekezik, és engedik, hogy bevigyék oda a zavaró mögét a labdát, eredményesek tudunk lenni felátfelen is. Buszolja Csehánu egyébként, az irányítójuk, aki zavarót játszik. Kornyák, Bognár Barbara, nagy gól. Bognár Barbara Dániából tért haza, ő győri nevelés, és egyre fontosabb szerep hárul rá a Debrecenben. Igen, az ősz végére kezdett formába rendülni, és itt ahogy a sós sérülése miatt egyre inkább meghatározó kezdőjátékos szerepe van, és ezt nagyon gólerős játékkal hálálja meg. Szépen viszi végig az irányítójuk, szépítenek a vendégek. Ő az, akire talán leginkább kell figyelni. Összeje Csehánu semlegesítése lehet az elsődleges feladat Bakó Botond elmondása szerint. Bognár talpról! Hát úgy látom, hogy a védekezésünk nem lesz egy túl a célos, mert sem a zavaró
védekezésnek az agresszivitása nem volt meg, most pedig a visszaállt hatos falban a kilépések maradnak el, és azt gondolom nagy tere lesz a három debreceni belső embernek átlövés szempontjából. Uszuja Csánu. Johnny, szép gól, futtából. Ő tehát Valentin Gyonia felesége. 3-2 ezzel. Nagyon küzdőképes csapatról van egyébként szó, amely az élcsapatok ellen is, hogyha ki is kapott, akkor is szűk különbséggel a román bajnokságban. Mindössze 5 góllal verte például a Völcsia, de az 50. perc tájékán még döntetlenre álltak a csapatok. Szabó kapott közben egyet, így áll is az óra. Ez a helyzet is inkább átlövésre volt kiegyezve, nem pedig bejátszásra. Egyértelmű, hogy az átlövőknek nagy lesz a tere, legalábbis emelt a pár perc, mert ez a véleményem. Bognár, Kornyák, Szabó Valéria jött a falból, Krap. Bognár teszi le, Stuparicsová, szép gól a hosszú alsóba. Ha már Hornyákról elmondtam, hogy az év junior játékosa, vagy utánpótlás játékosa lett Magyarországon, Stuparicsovát is a legjobbnak választották a felnőttek között Szlovákiában. Ötödik perc a mérkőzésen. Egyébként még nem említettem, de találkozott már a két csapat a nemzetközi kupaküzdelmek során. A 96-97-es szezonban ez mellé megy közben, Drutu próbálkozott. Az EHF kupa negyedöntőjében a Galac jutott tovább, 4 góllal nyertek otthon és 3-mal kaptak ki Debrecenben. Mi több egészben a Vasast is búcsúztatta ez a csapat, pontosabban ez a klub, mert egy másik csapat. Természetesen, hiszen az is a 98-99-es szezonban történt, 7 gól közben. Ott is egy 4 gólos hazai siker, és 1 góllal kaptak ki Budapesten. Krap első gólja. Igen, akkor egy meghatározó klubja volt a román kézilabdázásnak ott a 97-es, 98-as években. Akkor nemzetközileg is jegyzett csapatuk volt. Pastrovics véd, elég vérszegény befejezés volt ez. Trandafira beálló került helyzetbe. Bogdár, de csak oldalháló, nagyon szépen jött ki a vasról, de a hálótartót oldalról érintette. Uszuja Csánu, üres ember a jobb szélen, nem sikerül összeszedni, és láb is volt ráadásul. Krap, kockázatos, és nem is jó. Ezt most nem kellett volna érzésem szerint eldobni. Feljönnek 5-3-ra. Az ex-váci Patrul lőtte a gólt. Igen, most már emlékszem rá, hogy kiről van szó. Először nem tudtam be azos névről, de most már egy arcra, meg mozgásra tudom, hogy kiről van szó. Egy jobb szélső befutás a debrecenieknél. Krapot ragadják meg. Ő egyébként a legeredményesebb debreceni a bajnokságban. 77 gólt lőtt egyelőre. Stuparicsová. Bognár. Elveszik a labdát a játékvezetők, és indulnak belőle a románok. Be is lövi Patru. Kornyák pedig kap egy sárgát. Jól indulnak, az látszik. Elég defenzív a védekezésük, tehát egy vonalban védekeznek, hatan kevés kilépéssel. De mindenképpen az átlövéseket kell jobb százalékban, vagy nagyobb fokkal értékesíteni. Bognár! A kapufáról pattan ki, de Bognárt lökték a levegőben. Sárga lap ez is. Tudor kapja. Két magas hármas védő, Drutu és Tudor a románoknál. Stuparicsová jön a balszérről. Bognár. Kornyák. Csáki vissza Bognárnak. Látszik, hogy a játékvezetők erre a lépés határon történő cselezésre érzékenyek, másodszor veszik el
ezt a pici lépéshibát jelentő megoldást. Hát ebből tanulni kell majd a játékosoknak, mert valóban, tehát ők nem engedik még ezt a picit túl mozgás sem. Bognárnak a válla fáj, úgy látom, és ápolásra szorul. Szerencsére létszámfölényes helyzetben nem tudták góllal befejezni az akciójukat a vendégek, de nem fest túl jó képet Bognár. Igen, érzékeny a válla, volt már vele baj, meg azt hiszem itt a szerdai meccsen is volt egy olyan ütközés, amelyben a válla fájt. Lehet, hogy az a sérülés utóhatása most ez. Bognár minden esetre marad a pályán védekezni, a labda továbbra is a Galác játékosainál. Gionea, köszönjük a Ceanu. Belenyúlnak a paszba, szép labdaszerzés volt, Krapp vetődött aztán rá. Ha jól láttam, Stuparicova szerzett labdát. Csáki, Stuparicova, Krapp, jó rendezőt nem sikerült végigvinni. Illetve műjtük föl lassan, sajnos. Tehát nagyon várták itt egy vonalban, hogy egy lerámási szisztém alapján fölvigyék, holott be kéne futni az ott maradó, letámadó emberek mögé, és úgy kialakítani a helyzetet. Egy szép fejtés Csákitól, Patru hibázott jókorát, kirontott a szélső. Itt próbált labdát halászni, ki tudja miért, mi azonban örüljünk neki, mert Csáki beejtette a labdát. Cseles Csákival szemben ben van, ott nem lett volna szabad bemennie, és főleg a labdának bemennie a rövidbe. Igen, mind a ketten hibáztak, szélső védekedés és meg a kapus is. Itt a válasz, 7-5, Kornyák Dóra. Egyértelmű, hogy ez lesz a legjobb módja a befejezéseknek, az átlövés, hisz mondom, nincs mélységi kilépés. Velük szemben hiába játszuk ezeket a helyegységeket és hosszú lefolyású játékokat, úgyis a vége valamely az átlövés lesz, mert a vonalat nagyon védik. Láb volt Csákinál sajnos. Gionea. Buszolja Ceanu. Talpról óriási gól. Ez gyönyörű volt. Kicsi létére nagyobb-nagyobb lőtt. És ráadásul ez a futta átlövés, tehát ütem nélkül, és szépen a bennmaradó védő kezei között találta meg a részt. Bognár. Szabó Krapnak. Bognár. Szép. Most az ujjai fájnak, Bognárnak, megint ápolás lesz ebből, úgy tűnik, és egy 2 perces kiállítás Tudornak. Viszonylag sok a gól, tehát eltelt 10 percben, ugye 14 gól született, ami mindenképpen egy részben a tapogatózás jegyében telik, tehát egyik csapat is keresi a másik gyengéjét. Ehhez képen ugye a védekezés mérsékelt. Remélem, hogy a továbbiakban följebb a Loki védekezése, mert az egész szezonban a jó labdacentrikus és agresszív védekezés volt jellemző a csapatra. Sok ez a 10 perc alatt megkapott 6 gól. Talán most ember előnyben majd sikerül kivédekezni vendégakciókat, és sikerül még közé tenni néhány gólt. Drutu. Gionea. Patru. Szabó segít be Csákinak. Megy az idő, mutatja a játékvezető. Drutu. És nincs benn. Stuparicováról leforogtak. Csoharik volt. Krapp. Szép.
mióta visszajött a Európa-bajnokságról, egy kicsit visszaesett formában is, és úgy gondolom, hogy önbizalomban is. Igyekszik közelebb menni a kapuhoz, mint azt ősszel tette, és ez sokszor nem mindig válik a csapat és a saját maga előnyére. Gyonea próbált most közbelülni talpról. A kapufa kisegítette a debrecenieket. Trapp. Most például kimondottan közel volt már a vendégfalhoz. Igen, és ezekből az akcióból kéne leosztani jól a labdát. Tehát itt nagyon fontos lenne az a kreativitás, ami a Ukrakova kiesésével most hiányzik a Debrecen elválasztás játékából. A Lulu jól leosztott ezeket a labdákat a Kelet közbelőtt. A Kelet akkor megjátszott a mellette levő társakat, vagy éppen a beállott, és most még gondolom, hogy kísértetik a csapatnak a botton, de vagy hogy lehetne ezt legjobban pótolni. Törlés történt közben. Debrecenieknél egyelőre nem is volt csere az első 12 perc során. Stupaničová, Krap. Kornyák. Talpról belekap ugyan Blaga, de inkább csak reflexzerűen. Szép lövés volt. Azt gondolom, hogy a Trikanának nem volt védett labdája. Így van, és le is cserélik. Jogos is a cseréje. Kicsit féltem tőle, meg annak idején itt Dunai, ez nagyon kellemetlen stílusú kapus volt, és első az Itzer kapus, aki jó érzékel nyújt be az Itzerek, de most ez nem jött össze neki. Labdát szerez megint a Debrecen. Kiegészültek közben a románok. Kornyák. Bognár Csákinak. Elvállalja, viszont Jóskán mellé lövi. Húzta. Buszolja Csehánu Drutunak. Patru. Patru bátran vállalkozik ott egy az egyben Csákival szemben. A lét segít. És lemarad most Gyonea, lehet menni. Szabó. Lassú a labda felhozatal. Ez hiányzik most a Debrecen játékából, erőhányásos játék erőltetése. Nem biztosak önmagukban a játékosok, és ezért nem is merik fölválaszt a sebességet, amivel egyébként kellene kézilabdázni. Bognár. Trapp. Meg volt a cserekapus első védése, Bocaneala egyébként a románoknál a háló előtt, Pastrovics, ő pedig a Debrecen kapujában, 7 méteres. Igen, bosszantó volt, mert nem jött vissza a csapat az átlövés után, és több rendbeli ugye, érkezők voltak, akikkel nem volt visszaérkező pár. Ott oda csapott Pastrovics. Ezért járt a büntető. Egyébként jó ítélet volt, jól vezetik a játékvezetők a találkozót. Egyébként nincs is nehéz dolguk. Tehát nem egy ütközésekkel teli. Buszolja Csehánu. Egy ejtés magas. Nagyon magas. Kicsit nagy képű a román irányító. Most egy ideje már nem lőtte gólt, valóban ott a 2 perces szakasz során egyet sem. És lehet akár 11-6 is. Nem lesz. Jó csere volt. Ő két labdát is védett már. Volt talán még nem is kapott. Drutu. Patru. Már belesípolnak. Egyértelmű, hogy a legtöbb dolga a Csákinak van. Az ő szélsője a legaktívabb, tehát látszik, hogy egy egyegyezésre képes, és a saját helyzeteit, vagy ebből a húzásból kialakva ezeket favorizálja a csapat. Belemenést fújnak a játékvezetők. Buszolja Csehánu megrökönyödik, a Debrecen pedig most elég gyorsan hozza fel a labdát, de ezt is kivédi a cserekapus. Bocaneala.
Kovácsova hosszú lesz neki, nagyon-nagyon rossz indítás volt. A túloldalon már jobb, itt most nem fújnak belemenést, hetest viszont igen. Pedig Bognár elég jól megálltott a román játékos előtt. Az az igazság, hogy a nemzetközi kupatalálkozóknak van egy sajátos hangulata vagy forgatókönyve, és hát itt látszik, hogy ebből a DVSC-ből azért még sok játékos ezt nem igazán kóstolta meg, vagy legalábbis a forró hangulatú nemzetközi találkozón kevesen vettek részt. Ezért tulajdonítom, vagy ennek tulajdonítom az, hogy több a hiba, mint kellene. Tudor lövi be ezt a büntetőt Pastrovicsnak. 10-7. Bognár. Hordják Szabónak. Csáki megy keresztbe. Krap. Bognár bepattintaná, de nem volt tökéletes. Szabót pedig megelőzték. Ez lépés. Trandafir lépte el. Hezitált, hogy merre passzoljon. És ez elég volt a hibához. Csáki nagyon nagy labda volt Stupanicsovától. Azt gondolom, hogy túljutottunk ezzel a szerencsétlen 10-es számon. Bognár pihenhet most, jön Sinkarenko, egy tapasztalt játékos, aki sok nagy csatát megélt. Hát őre nem jellemző az, amit mondtam. Igen, az ukrán válogatott klasszisa, és a Hipóban játszott ezt megelőzően többek közt. Trutu lövése után surran be közben a labda a Debrecen kapujába. Szabó nem tudja összeszedni, és nem fújnak megint a játékvezetők. Tudor, ő viszi végig, mert belesípolnak. Nem ő a legmozgékonyabb játékos a mezőnyben, mégis majdnem besétált vele. Igen, ez nagyon hiányom a DVSC-nél, azt a nagyon kemény visszazárkózást, ami jellemző volt rájuk. Nagyon bátran vitték fel a labdát, és abból hiba esetén jól zártak vissza most. Ez valahogy hiányzik. Pastrovics védte közben Drucu átlövését. Kornyák. Krapos középen. Nem tudnak indulni a románok, egyelőre legalábbis. Egy kemény ütközés. Sinkarenko zárt vissza jól. Csánut most lecserélték, Kurtán a jobb átlövő és Gyone az irányító helyén pillanatnyilag. Gyone a talpról, Pastrovics már elmozdult, de így is védett. Debrecen időkérés. 19. perc felénél járunk. Igen, azt gondolom, hogy jogos most a Makó Bodon időkérése, megtorpant a csapat. Mind a gólgyártásban, mind pedig a játék szerkezetében vannak problémák. Várjuk a lövőket! A Szenyó előbb-utóbb elkapja a fonalat és belövi! Ütközünk, megbeszéltük! Irányító bal kettőre kell kilépni! Ütközünk 9 méteren! Támadás! Picit többet játszunk! Elkezdjük a négyes, és egyből keressük a beállókat, többet mozgassuk oldalirányba a falat. Sitterbe, hello! Elmondtuk, tempó kapus, várnak, amíg felugrik, és utána lőjünk fölfele. Játszunk, hello! Hármasok, négyesek, abból több játék, kereszt, most szélesszék be ide, és abból kontra vissza, jó? Többet mozgassuk a falat, lerohanás nem jó, Mari hamarabb érjen föl, és a kettesek vigyék a labdát, mert le lehet futni őket, jó? Nyugodjunk meg, lőjük be a helyzeteket, nem kell egy passz után lövöldözni, gyerünk! Gyerünk, Juhász!
végül is elmondott mindent. Elég részletesen és sok mindenre kitért. Érdekes volt, hogy a románok bő fél perc elteltével már ott álltak a hatos vonalukon, náluk tehát kevesebb mondani valója volt az edzőnőnek. Hát egyszerűbb is a játékuk, tehát a románoknál nincsenek úgynevezett mozgás irányok vagy úgynevezett figurák. Egy bal oldalról létrejövő húzásból építik az akciójukat, amely ellen valóban nem jó benn maradni, hisz talpról is jól lőnek. Sinkarenko. Krap, Hornyák. Krap, fönn a bíró keze. Vigyázni kell. És lőni. Hornyák talpról, bele a blokkba. Aztán nem jó a bejátszás. Hornyák elég nehezen tápászkodik fel, de szerencsére tétovák a románok. Az igazság, hogy a játékot egyszerűbben is lehetne szervezni. Tehát én véleményem szerint egy labdás zárás, vagy egy labda nélküli zárás kétbe átmenetből leszorítani ezt a falat, a kettesek körül, ahol alacsony átlőni a tenni az eredményes taktika. Drucu szépen találta el a sarkot, Paskovics nyilván készült erre a lövésére az átlövőnek. Kornyák. Krap tovább, Sinkarenko, ott a hely, de szép csel volt. Ezt nagyon tudja, ezt a jobb kettőbe kontra betörés, kettes-hármas közé. Nagyon jól csinálja. Sima első találata. Sárgalapa a vendégcsapatban, yellow card for number 7, Maricica Randafir. Drucu, most lemaradnak róla a miénk, de Paskovics ezúttal is jól véd. Nézzük, hogy indít. Kiválóan most. Stupari Csavá. Inkább a biztosat választotta. Alig, hanem igaza is volt. Sinkarenko. Krap le a szélre. Stupari Csavá, Sinkarenko. Krap tovább. Nem elég gyors a húzás, fönn a bíró keze, Sinkarenko. Na kilövi el, Krapnak kell, és belövi. Ez az egy mozgás, amit most a Sinkarenko és a Krap csinált, hogy adott egy elévezetésre, zárásra Sinkarenko a Krapnak, és abból ugye a 2-3-as, amelyik csak blokkolásra megy, az lenne az eredményes támadási feladat, amelyet kevesebb paszból és nagyobb hatékonysággal végre lehetne hajtani. 5 góllal még nem vezetett mostanáig a Loki. Kurtean. Jól eltette le a szélre. Kurtean. Mekkora passz volt. Ráadásul be is csorog. Nem kell hetest fújniuk a játékvezetőknek. Trandafir a gólszerző. Azért elég szépen megtelt a Főnix. Igen. Talán mondhatjuk, hogy kockázatos vállalkozás volt bizonyos szempontból idehozni ezt a mérkőzést. De a látottak azt igazolják, hogy közönség siker megvan, kellő nézőszám megvan, remélhetőleg a megfelelő eredmény is meg lesz a végén. Reméljük. De mindenképpen, tehát én először azt gondoltam, hogy ez egy nem sikeres vállalkozást, az idehozni egy meccset, hisz feladni azt a megszokott hódost, amely hát most már legalább 20 éve ad otthon a csapatnak, vagy 15. De tehát kellemesen csalatkoztam a debreceni drukkerekbe, mert nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy számban kijönnek erre. Most azt láthatták, amint Bocsánéála véd egyet, hogy Bakánéála, és Paskovics is nem volt benne. Egy kis szerencse is kellett ehhez a védéshez. Kornyák Krapnak, lő közben egy kapufát Krap, hát lehet, hogy ez bent volt. Egy icipicit talán érintette ott az imént a gólvonalat még a labda, de inkább mögötte volt. Itt közben egy kiállítás, Trandafir.
jön majd, szerintem a Hortenzia a hetes után. Egyelőre Bognárt figyeljük. Belövik. Ez volt a negyedik gólja, és 14-9 ezzel. Patru. Hetest adnak. És még ki is állítják Csákit. Nem értem igazából. Nem tudom egyébként, hogy Csákival szemben ilyen aktív csupán Patru. Nem. Vagy egyébként is ez a verzió náluk. Hát a emlékeim alapján, tehát egyértelmű egy ilyen cselezős. Egy-egyező játékosról van szó, kettő pedig itt a videófelvételek és a botokkal fogott beszélgetés azt mondhatja, hogy ő az, aki leginkább vállalkozik az irányító mellett. Hát ez a balszél irányító hármas, amelyik láthatóan a legaktívabb és a játékban határozója a román csapatnál. Tudor közben kihagyta a büntetőt, bejött Kovács. Kovács Adrián a jobb szélső, tehát a debrecenieknél ez meg belemenés a francia hölgyek szerint. Hát most szerintem két esetben tévedtek. A hetesnél előtte befogta a román szélső Csáki kezét. Itt pedig ez nem volt szélsőre. Kurtán, Gyonea most a balát lövő helyén. Gyonea fölé pattintja. Nem szenved önbizalom hiányban, mert nagyon sokadik kísérletet bal kettőből, bár lehet, hogy nem ő volt, hanem a 20-as. Igen, Drucu volt elsősorban, de Gyoná is tüzelgetett elsősorban talpról a túloldalról. Az elején sikerrel egyszer, aztán többször sikertelenül. Sinkarenko. Most Bognárral együtt a pályán Sinkarenko. Bognár! Jó. Tehát ami átlövés, szerintem az minden gól. Tehát azért várom a Szrinka játékát, hogyha ő alá dolgoznak a magasságával, a lőerejével. Hát remélhetőleg ezt a nem túl agresszív és kilépésben egyáltalán jelentkező román csapatot meg fogja szórni. Így is egy mérsékelt közepes játékkal biztos előnyünk van. Tehát én azt gondolom, hogy az a különbség, amit reméltünk, az ki fogunk volni. Egyébként éppen akkor, amikor kiegészültek volna a románok, időt kért a mesterük. 15-9-es debreceni vezetésnél. Alig több egy perc van hátra az első fél időből, és azért a vendégcsapat támadó játékát most már sikerül feltartóztatni, meg ők maguk is feltartóztatják helyenként saját magukat, gondolok itt a kihagyott büntetőkre, de 10 perc elteltével 6 lőtt gólon álltak emlékeim szerint, most a 25. perc vége mindössze 9 lőtt góljuk van. Így van, tehát az a szakasz, amelyről beszéltem, az ismerkedés időszaka, és azt mondtam, hogy sok a gól, hisz ugye a 6 gól soknak találtuk 10 percet, az most egyértelmű, hogy elsőben a Pastrőcs jeleskedik ebben, hisz a fal agresszivitás, ami mindig nem az igazi, bár lehet, hogy tudatosan megbeszélt helyekre, lövő sávokba kényszerítik a bal átlövőt, a jobb átlövőt. Egyértelmű, hogy a védő teljesítmény javulása az, ami a különbséget jelenti. Patru. Drucu húzza tovább. Kurtán, Drucu. Patru. Keményen megdolgozták most Sinkarenkóék. Egy kicsit bele is feledkeztünk abba, hogy figyeljük, mi lett Patru sorsa. Úgyhogy Buszúja Csiano gólt szerez. Most érkezett Szrinka, az imént még késlekedett a bemutatkozása a mérkőzésen, miután kiállítottak a Lokiból. Csáki visszatért a jobb szélre, Bognár, Sinkarenko, Szrinka, a belső hármas. Szabó és Tuparicsova maradt a pályán. Csáki. Sinkarenko, Bognár messze volt még tőle, Szrinka,
7 perc. Tudor kapja, nem láttam őszintén szóval, hogy miért, de... Beállójáték körüli szabálytalanság, tehát szerintem visszaúzta a valit. Ez a második kiállítás a Tudornak, és ez fontos lehet a számunkra a későbbiek folyamán majd. Ember hátrányban a vendégcsapat. Sinkarenko. Szrinka azonnal elvállalja. Hát ott áll egyébként a kapus, de így erre sem. Gondoltam, tehát ez az a játék. Vagy egy átlő bevezetés, vagy egy irányítő bevezetés, vagy egy szélső üres vagy labdázárás. Tehát magyarul lövőhelyzet, segítés az zárásokban. Ez lenne az a játék, amit eredményesebben tudna játszani. 16-10, megnyitja védekezését a Debrecen. Köszönje Csehánó, Drucu. Fönn a bírók keze. Drucu egyelőre messze a kaputól. Szabón átverekszi magát, még visszakapják egy szabad dobás erejéig. Nyilvánvalóan Drucunak fognak zárni. Jó alkalmas arra, hogy átlője ezt a falat. Sajnos át is lövi. Diana Drucu második gólja. És ott a középkezdés lerohaná. És sikeres ez a lerohanás, Szabó. A Lokiban második gólját lőtte Szabó Bali. Az imént gólt szerző Drucu most nincs a pályán, egy mozgékonyabb csapatot küldött be a vendégek mestere. Kortán teszi le a szélre, Kortán, Kuszolja Csánó befut a hatosra, Gianea, Kortán. Jól játszottak. Bizonyám, nagyon szép játék volt ember hátrányban, Patru a gólszerző. A negyedik gólja már a balszélsőnek. A negyedik gólja. A 33 esztendős játékos abszolút igazolja azt, amit Pakó Botond mondott róla. És Szűcs Gabriella is nyilatkozott egyébként, ő is kiemelte többek közt Patru játékát a Galactól. Két perc van hátra az első fél időből. Szabó, Stupericová. Szrinka. Bognár, Sinkarenko. Szrinka lepattintja. Hát az volt a hiba. Így vesztett ritmus. Patru. Még gadog a labda, és nem volt kétszer indulás. Legalábbis a bírók szerint nem. Drucu. Szabad dobás. Érdekes volna azt megpróbálni, hogyha nem kapna labdát a balszél, mit tudnának csinálni. Tehát ő az, aki létszámfölényeket teremt abban, hogy összekap egy kettes, egyes-kettes védőt. Kuszolja Csánó köszönt be közben jobb átlövőből. Ő is lőtt már 4 gólt, Patruhoz hasonlóan. Tehát a 13 vendéggólból 8 a kettejük nevéhez fűződött. Bognár. Be kell vinni. Szép játék volt, kiállítás kell, hogy legyen, megint lent marad Bognár. Patru hibázott jókorát védekezésben ismét. Aztán Gionel volt nagyon kemény, egyébként Patrut állították, állították ki kettejük közül. Jön Blaga még a büntetőre. Hát ő biztos, hogy fog ugrálni, mert kicsit elmetével valamban a feladat akar majd fogni, de remélem, hogy a túljára lesz én. Bognár az, akinek vár ez a feladat. Érdekes, én sem láttam még így Blagát, megmeredt. Megváltozott. És visszajön a másik kapus, Bognár 6 gólos, a debreceni előny 5 gólos. Kuszolja Csehánó. Jön el tovább Kurteánnak. Kurteán, Drucu.
Kuszai Aceanu. Nagyon szép gól volt, pont szögben ülünk, gyönyörűen lőtt el. Nem tehetségtelen. És ott van még egy belefért az első félidő végén Bognártól. Úgyhogy 19-14-jel fordulnak a csapatok. Nem kevés a gól, de a Debrecen biztosan vezet, gyakorlatilag az egész első félidő során. Ennyit tehát egyelőre, kedves nézők, a Phoenix csarnokból. Most az elemzés következik Budapestről, aztán pedig folytatjuk majd Debrecenből. Engedjék meg, hogy bemutassam a kis barátomat. Nem vagyunk barátok. Jaj, lehetnél egy kicsit kedvesebb, ez egy tévéreklám. És mit reklámozunk? A Blikket. Ja, valóságsom, mandátum, implantátum, sztárügyvéd, szabadrugás. Te olvasod a Blikket? Közöd. Mindenhez van közünk. Sztárvilág, politika, szórakozás, emberi történetek, sport. Blik. Egyszerűen minden. Szeretjük a hullámzó teljesítményt. Ha te sem, válaszd a mi internetünket adatforgalomtól független fix havidéért, hűség nélkül. Rendelj online 0 forintért. Szűnni nem akaró kínlódás a WC-n. Akadozó vizelet. Állandó ingerek, még éjszaka is. Itt az idő a változtatásra. A Szabelló természetes hatóanyagával enyhíti a prostata megnagyobbodás okozta kellemetlen vizelési panaszokat, hogy újra férfiasan és kényelmesen peregjen az idő. Szabelló, a prostata doktor. Kérje urológus szakorvos tanácsát. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Ugorj bele a kalandba! Megérkezett az új Kia Soul! Kia Soul. 7 év garanciával. Keressük a Kia Soul női arcát. Jelentkezz vagy szavazz a nyílt héten, és nyerj egy igazi Soul telefont és egy egyhónapos tesztvezetést. 10 percenként nyerhetsz. Küldd be most, hogy megállni tilos. Amit elvihetsz. Snickers pendrive. Nike utalvány. iPod Chromatic. MacBook. Tartsd magad mozgásban! Snickers.hu. It's time for another revolution. Gee, it's about what people need. Dacia Sandero. 5 év garanciával már 1.690.000 forinttól. Ismerje meg a klímás Arctic limitált szériát is. Dacia. Renault csoport. Egy héttel a Super Bowl után. Jól megérdemelt szabadságuk előtt a legjobbak együtt búcsúztatják a szezon a napfényes Hawaii-szigetén. A Nemzeti Futballliga gálamérkőzése, a Pro Bowl. Ma későn este élőben a Sport 1-en, majd holnap felvételről a Sport 2. Az amerikai futball közvetítését a Volkswagen Crafter támogatja. Az NFL mérkőzés közvetítésének támogatója az MKB Bank. Mérkőzés előtt arról beszélgettünk, hogy egy 5 gólos előny megnyugtató lenne majd a mérkőzés végére. Most a szünetben teljesítették, vagy a szünetre teljesítették ezt a lányok, és nagyon szép összeszedett, jól felépített játékot láttunk. Igen, hát az 5 gól egyelőre megvan, ezt meg is kellene tartani, illetve hogyha lehetőség van rá növelni is. Az eddig látottak alapján én nagyon bizakodó vagyok, és úgy gondolom, hogy tudják növelni a gólarányt a debreceniek.
azt láttuk, hogy egy tapogatózó edzés után nagyon szépen vezették a támadásokat, fölkeményedett a védelmük, most már ki is nyitották, egyre agresszívabbak, és hát a Pastovics nagyon jól véd. És egyáltalán nem tűnik úgy, hogy a lányok nagyon elfáradtak volna az első fél idő alatt, pedig azért voltak meglehetősen... A játékos szép ejtést, szép befejezést láthatunk. Itt a román csapatnál is egy olyan női mezőny, de talán ritkán látható talpról átlövést látunk, ami nagyon szépen kivitelezett, és hát egy hihetetlen dinamikával hajtja végre a játékos. Azért látszik ebből is, hogy a román csapatban is vannak erősségek, és azért ez az eredmény, hogyha a Debrecen eléri a kitűzött célt, azért egy komoly ellenfél. Tehát tisztelnünk kell a román csapatot is, mert komoly erőt képvisel. Ez szintén a két szélső játékos dicsér, egy nagyon szemfüle szép passz észrevett, hogy teljesen üresen áll szintén a Csáki, aki jó mérkőzést játszik. Ezen aztán a Sinkorenkónak egy nagyon rutinos, szép helyzetfelismerése, egyéni akciója egy szép hosszú passzból, nagyon szép csellel vitte be a labdát, és szépen fejezte be. Azt mondod, hogy Bakó Botan nagyon jól forgatja a csapatot, ez persze azt jelenti, hogy akkor elég hosszú a Debrecennek a kispadja ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni, és ez a második fél időben azért lesz majd nagyon fontos, mert ugye addigra már a kulcsjátékosok kezdenek majd talán fáradni, és a sok cserével azért ezen lehet segíteni. Igen, úgy néz ki, hogy bár a sérülések azért tizedelik a Debrecent, úgy néz ki, hogy nagyon, nagyon jó olyan játékosokat tud a pályára küldeni, nagyon jó forgatja a csapatot, ahol megtalálja azt a szerkezetet, ami mindig hatékonyan tud vagy átlövésekkel, vagy lelohanásokkal eredményes lenni. Csupa-csupa pozitívumról beszéltünk eddig az első fél idővel kapcsolatban. Van-e valami, amit itt az öltözőben valószínűleg az edző majd el fog mondani a csapatnak, amit a másodikban, hogyha másképp csinálnak, akkor még ennél az előnynél is több lesz majd? Én úgy gondolom, hogy a védekezés az helye közel most már rendjén van. Talán, amit a köznervium most is mondott, több átlövés kellene, még több. És én egy icipicit a lerohanásokat hiányolom, bár próbáltak, de egy-két több olyan lehetőség van benne, hogy ne álljanak meg, hanem vigyék végig. De hát nyilvánvalóan a Bakó Botont sokkal jobban ismeri a csapatát, és nekik a fejükben azért megvan az, hogy mi az az előny, amit szeretnének kialakítani biztonsággal, mert nyilván arra is kell figyelni, hogy esetleg a kimaradt helyzet visszakontráznak, és az nem mindig szerencsés. Igen, ezen a mérkőzésen azért valószínűleg nincs értelme most rizikózni már egy ilyen vezetésnél. Igen, de az is látható abból az első fél időből, hogy jobb csapat a Debrecen. Tehát én is egy picit a Phoenix csarnoktól féltem, tehát ez mindig rizikó a otthonunkból kimenni. Tehát ez egy fantasztikus dolog, hogy szinte megtöltötte a debreceni közönség ezt a csarnokot, és az ott játszó játékosoknak ez külön erőt ad. Nagyon bízom benne, hogy valóban a mérkőzés végére megszerzik azt az előnyt, ami elegendő lesz a visszavágóra. Látsz esetleg valamit, ami a román csapatnál jobb vagy rosszabb lehet majd a második fél időben attól függően, hogy meg tudják-e csinálni azt, amit az edzőjük kért? Tehát van valami olyan dolog, amiben javulhatnak esetleg a második fél időre? Hát nekik is a sok gól is mutatja a védekezésük, az nagyon defenzívek, tehát olyan, hogyha ezeket a egy-két lerohanást, illetve a átlövéseket, ami nagyon jól sikerült a
átlövőknek a Debrecennél, hogyha azokat ki tudnák szűrni, meg tudnák egy kicsit fogni, följebb tudnának zárkózni, ebben lehet, illetve ők is a lerohanást azt nagyon szépen alkalmazzák. Viszont mivel a debreceniek nagyon jól védekeznek, azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban azért nekünk talán nem lesz problémánk a második félidőben, amely hamarosan elkezdődik. 19-14, tehát pillanatnyilag a DVSC Aquaticum javára az állás. És valóban az első félidő alapján azt mindenképpen leszögezhetjük, hogy jobb csapat a Debrecen, mint az a Galac, amely egyébként a román bajnokságban a 7. helyen áll pillanatnyilag. A román bajnokságot pedig a Völcsia vezeti, ami egyáltalán nem meglepő. Pont ezt esélyt. Az sem meglepő. Egyébként az EHF kupa elődöntőjéig jutott a Köszner Vilmos által már említett években, 1997-ben és 98-ban is a Galac csapata, miközben néhány jelenetet láthatunk az első félidőből, például Szabó Valéria gólját, és az egyik legveszélyesebb játékos a túloldalon, Patru, aki egyelőre még a kiállítását tölti a második félidő elején. 19 óra 35 perctől az Alföld Televízióban kéthetes kézilabdás magazin, majd 20 órától megtekinthetik ezt a mérkőzést. Bakó Boton még magyaráz, úgyhogy még egy gólt megnézhetünk a végére. A Debrecen kezdi majd a második félidőt, ráadásul ember előnyben több mint egy percen keresztül még. A DVSC egyébként kétszer megnyerte az EHF kupát ugyancsak a 90-es években, és játszott még egy döntőt. Úgyhogy ebben a tekintetben is felülmúlja ellenfelé. Gabriel Artene volt látható, és most jönnek csak a játékvezetők. Kicsit benn ragadtak az öltözőben. Pastrovics bent van a debreceniéknél, Stuparicsova és Csáki a két szélső. Bent van Bognár, bent van Sinkarenko és Szrünka, valamint Szabó Valéria. Úgyhogy Szrünka támadásban a pályán most is. És még egyszer hangsúlyoznám, ember előnyben a miénk. Jone áll a képen, előtte pedig Tudort láthattuk, akinek már van két kiállítása még az első félidőből. A vendégvédelem egyik alappillére pedig ő, Sinkarenko. Kuparicsova Szrinkának. Sinkarenko most az irányító posztján, Bognár jobb átlövőben a Debrecenben. Sinkarenko befut második beállónak, szépen tette le Bognár, Csáki lövését védi azonban a kapus. Fir lemegy, hiszen ember hátrányban vannak, jön Drucó a helyére, nincs beálló így a románoknál. Kurtean. Krap lökte el oldalról. Kurtean neheztel. Elnek múlnak közben a másodpercek, Kurtean. Drucu, Csáki hátulról rángatja. Lassaskán letelik a kiállítás, a román csapatban fönn a bíró keze. Drucu, benn van. Egyébként érdekes lenne, hogyha mind a két csapat egy kicsit támadójáték szerkezetén változtatna, hisz ebben a csapatban is az előbb említett hölgy kifejezetten jól lő át, hisz a második 9 méteres szabaddobásból éri a gólját. De mind a két csapat, tehát inkább a húzásos helycserés játékosban a helycser a DVSC jellemző, a románokra a húzás, úgyhogy kevésbé használják ki adott esetben a átlövők eredményességét. Egyébként az iménti gólt szerzője Drucu már volt a román válogatott kerettagja. Csáki fut be közben a jobb oldalról, Sinkarenko le a szélre, Stuparicsova, kim volt? Sajnos kim volt.
jön Drucu, aki nyári szerzemény, védekezésben nincs most a pályán. A Konstanca csapatától vették, ahol az elmúlt két szezonban a Challenge kupában játszott, és lőtt két idény alatt ebben a kupasorozatban 52 gólt. Gyanea. Ez meg sok. Annak tűn, de nem fújják le, Buszércs Jánu. Drucu Krapot nagyon elküldte. Aztán viszont fölé pattan 7-es. Nézzük, belülvédekezés volt-e. Szabó Valéria próbált még elé állni. Kapuscsere a debrecenieknél. Pastovics helyén Kiséva. A pályán 21-essel Kiséva. És Kis kivédi, legyen meg, meg is van, jól van. Kiséva egyébként a hétközi Dunaferenc találkozón is nagyon jó védett. Sinkarenko bebújik, 7-est hoz össze. Visszajött egyébként Pastrovics, kis védését követően. Tudornak a második elhibázott büntetője volt az iménti. Bognárnak két belőtt 7-ese van eddig. Egyelőre nincs debreceni gól a második fél időben, remélhetőleg most már csak néhány tized másodpercig. Igen, most már van. Bognár Barbara 8. gólja. Köszönjük, Csánu. Bognár tartja meg. Kapja vissza Buszojec Jánu. Ufa. Szabónak nem csodálom, hogy ez fájt. Szerintem még ápolni is kell. Összefejeltek, vagy inkább belefejelt Buszojec Jánu. Álcsúcson találta a magyar beállót. Jó ütközés volt. Egyébként védekezési taktikát változtatott a DVSC, mert kijöttek egy nyitottabb 5-1-es zavaró védekezésre, elsősorban ezeknek a húzásoknak a megakadályozására. A kérdés az, hogy erre mit tud lépni a román csapat, amelynek elég egysikú a támadó játéka, de mindenképpen jó megoldásnak látszik ez a védekezési változtatás. Sinkarenko kapott közben néhány tanácsot Bakó Botontól, Szrinka segített fordítani. Szrinka játszott Németországban éveken át. Ahogy mondtam, Sinkarenko pedig a Hipóban, ugyancsak esztendőkön keresztül. Szrinka. Szabad dobás. Bognár, Sinkarenko, Bognár, Csáki, Sinkarenko, Szrinka, a két léc találkozásánál pattant a labda, Patru, belövi, ketten is indultak Trandafirral. Sinkarenko, Szrinka, Sinkarenko le a szélre, Stuparicsová, Sinkarenko el lehet lőni, Szrinka, Bognár lőtte a lécre. Nagyon bizonytalan a DVSZ támadó játék, de látszik, hogy az ütemre kijövő lehetőségeket túljátszák a DVSZ-ések. Itt is ebben volt egy lövéshelyzet, és amit már elvált a Bognár Barbi, az pedig már egy kikényszerített helyzet volt. Úgyhogy ebben mindenképpen egy gyorsabb, nagyobb önbizalommal rendelkező támadó játékot kellene játszani a csapatnak.
Krapot kiállítják közben, beállóssal szemben szabálytalankodott. Egyébként Bakó Botond jól le is teremtette Szünkát az imént, hogy miért nem vállalja el. Ember hátrányban most a DVSC Aquaticum. Fogta valóban Trandafirt, aki aztán szépen eldobta magát rájátszva az esetre. Minden esetre elérte a célját ezzel. Patru. Köszönjük a Csánu, lehúzzák a szélre. Sajnos hasonlóan gyors húzást a mieinktől még nem láttunk. Csavarika volt szerző. Ő egyébként válogatott kerettag, vagy a bőkerettagja pillanatnyilag Romániában. Emberfogás Sinkarenkóval szemben. Buszúja Csehánu az, aki követi árnyékként. Fönn a bíró keze. Stuparicsova ráüti Szabó lábára. Tudor, meg lehet szerezni. Csáki, ez az. Buszúja Csehánu kíséri, Csáki pedig végigviszi, majd a kapufára dobja, hetes. És kiállítják Buszúja Csehánut. 2 minutes suspension for number 4, 2 perces kiállítás, Aminia plusz a szóval nem éreztem annak, de egyenlő létszámban most már a felek. Eddig csak hetesből lőtt gólt, egyet a Debrecen a második félidőben. Csak itt belekényszerítették tulajdonképpen ebbe a lövésbe, engedelmesen végigvitte. Levegőben történő lökésért adott 7 méteres. Túl sokáig dolgozott azon, hogy Csákit akadályozza Buszúja Csehánu. Bognár pedig ezt is belőli Blagának egyébként. 4-ből 4 hetes lőtt be Bognár, és 9 gólnál jár most már. Rucu Kisévának. Ő váltott a Pastrovicsot a debreceni kapuban, nagy gól volt. Nagy baj lenne, ez a lány rájönne, hogy ő tud lőni. Reméljük, hogy ő erre a két meccsre még nem jön rá. Bognár, Sinkarenko. Csáki vissza Sinkarenkónak, Bognár. Sinkarenko, és kivédi a kapus. Ahogy mondta Bakó Botond, az időkérésnél tempó kapusról van szó, de nem várt Sinkarenko. Belelőtte a szemaforba, és hát mutatja is a debreceniek edzője. Arról már volt szó, hogy ezt nem szabad. Egyértelműen jobban véd a cserekapus, mint a kezdőkapus a román csapatnál. Új jobb szélső közben a románoknál az első lövése nem sikerül. Gyorgye jött be. Szél meg nem. Nem kapta időbe balszira a labda. Itt pedig belemenés? Nem, labdavezetési hibát mutatott. Hát nem egy magas színű mérkőzés sajnos. Rucu. Patru. Megy közelebb, a szaggatotton védekezik a debreceni csapat. Patru. Szabad dobás. Teljes létszámban most már a vendégek. Jön Trandafir, Rucut cserélte le. Gabriel Artenek. Az edző velünk van. Legalább, mert én azt gondolom, hogy a 20-as játékos az mindenképpen a lázlövéseire az komoly gondot okozhatna. De továbbra is kitart erre a párkapcsolatokra épített támadó játék, mert amely mondom, a húzásokban öltestet. Nincs meg a labda Bognárnál, Kiséva, és nem fújják le a játékvezetők. Sinkarenko, Patru ront rá, nem rendeződtek vissza egyelőre a románok. Bognár, üres a jobb szél, Krab. Megállították a hazai rohamot.
egyébként ebben, tehát a lerohanások építésében és a visszarendeződésben, és abból való lassításban egészen jó szalad megoldásokat láthatunk a román csapattól. A felállítani játékuk az kevésbé tetszik, illetve a felállítani támadásai védekedésük, de ebben mind a kettőben jó. Őszintén szóval ez most borzalmas támadás volt. Elsősorban Krák kezében dadogott a labda, ő lőtte végül mellé. 3 góllal vezet csak a DVSC, és román kezeken vándorol a labda. Egyértelmű, hogy ez a játék stílus, amit ez a csapat játszik, mármint a román csapat, ez nem fekszik a Debrecennek. Hozzájuk idomult támadás szerkesztésben, nem a saját játékát játsza. Nincs benne az a dinamika, azok a lerohanásból, középkezdés lerohanásból elért gólok, amelyek jellemzők voltak a DVSC-re. Az őszi szezonban, amiért ugye ilyen kimagaslan tudott szerepelni, és látszik, hogy valami megszakadt, vagy megállt az elmúlt fordulóban, és a Dunaferi ellen nem volt olyan gördülékeny már a játékuk. Úgy látom, ez a 3 nap alatt sem tudott változni. És ez egy kicsit bizonytalan tesz a játékosokat, mind a kialakhelyzet kialakításban, mind pedig a befejezéseknél. 21-19-re jönnek fel a vendégek. Jonea a gólszerző. Svinka érkezik. Jó lenne most már akciógólt szerezni a második félidőben, mert eddig nem sikerült. És több mint 11 perc eltelt. Bognár. Sinkarenko. Svinka Bognárnak. Svinka. Bognár jól húzta meg neki, és ezúttal elvállalta Svinka. De egyértelmű, amit már az első félben is többször elmondtam, hogy sokkal jobban le kellene egyszerűsíteni a támadójátékát az Debrecennek. Ezekből az átlövésekből, akár így, tehát zárás nélkül, akár előkészítéssel sokkal több lehetősége lenne, mint ezből a sok helycseréből, kérdezik a túl, hogy mondjam, játszott játékokból. Buszolja Csánut veszik most le a levegőből. Kurtán. Bognár védekezik most fönn a játékvezető keze valóban, és el is veszik. Kornyák, aki visszatért a pályára most, hosszú idő után. Szabó, és kivédi a kapus, de 7-es. Patru nyúlt oda még Szabónak. Is belövi. Nagyon biztos kézzel lövi a büntetőket, és ez fontos, mert már 5-ször volt rá lehetősége a meccsen. Buszolja Csánu még lehúzza a vonal előtt, ott nem lehet bemenni, eléggé gyanús volt. Igen. Nem fújták le belemenésnek. Rucu. Most kiléptek rá, most nagyon okosan csinálta Trandafira gólszerző. Sinkarenko. Leért már, ezt mutatja a francia játékvezető hölgy. Szabad dobás. Svinka. Könnyű védés. Jön Drucu, Tudort váltva. Gionea. Buszolja Csánu. Láb volt. Gyorgyénál. Bognár hozza fel a labdát.
számítottak arra, hogy ez fog következni. Talán érdemes lett volna egy az egyben megpróbálni, a Hornyákot pedig kiállítják, igen. Tehát itt látszik azért, hogy a kupameccsek, hogy mondjam, tétje vagy hangulata azért teljesen más, mint egy magyar bajnoki mérkőzés. A fiatal Hornyák az ősszel meghatározó játékot mutatott a Debrecenben sokszor. Itt pedig az epizódokat, amit kap, azt nem tudja jó játékkal megtölteni. Valóban egyébként az egyik legeredményesebb debreceni játékos Hornyák, csak Kraplőt nála több volt a bajnoki mérkőzéseken eddig. Drucu szerintem rájött már ezen a meccsen, hogy itt érdemes próbálkoznia. Az ötödik gólja, és megint csak kettő a különbség. Igen, én is a csapatjátékából azt a küzdést, azt a hozzáállást, amit az egész össze tapasztaltam náluk. Tehát az a szituációban a jó döntéseket most nagyon hiányolom. Ez hetes. Bognár vállalkozott, ez most jó döntés volt. És ki is állították meg Trandafirt, neki is a második. Nem a harmadik? Nem, Tudornak volt kettő, és Trandafirnak is van most már. Bognár ezt is belövi. Lehet-e egész meccsen úgy játszani, úgy lőni a büntetőket, hogy egyet sem ront el? Nagyon jó kezű a Barbie, és hát egyértelműen, hogy ezen a mérkőzésen a csapat legjobb játék. Buszajacs Jánu. 5-5-en mezőnyben mindkét oldalon. Bizony. Jó ítélet. Is. No. Ott lehet venni ketten egy ellen, Sinkarenko a másik oldalra is passzolhatna, Gionea elcseni tőle a labdát, és most indulnak a románok, Patru keresztbe, és a rövid pihenő után visszatért Csuárik a gólszerző. Igen, tehát ilyen döntési hibák vannak, 2-1 helyzetben hamar passzolt a Sinkarenko, tehát nem húzta magára az egyetlen számú, vagy egyes létszámú védőt, és mire ugye visszajött a labda, visszaérkezett a másik védő, így tudott szerelni. Na, Stuparicova. Stuparicova. Eddig nem nagyon villogott, nem volt különösebben aktív. Ez most nagyon szép, a második gólja. A második gólja. A románok ember hátrányban most. A Debrecen ugyanis kiegészült. Drucu, Gionea, középen Patru szabálytalan. Elveszik a labdát a francia játékvezetők. Még 20 másodpercig, fő 20 másodpercig emberelőnyben a DVSC Akvatikum. Passzolni kellett volna. Most cserélnek a románok, ki lehetne használni. Sinkarenko, Csáki, és kivédi a kapus. Most már nem sietnek persze, hiszen rövidesen jöhet majd náluk a kiállított játékos. És cserél a Debrecen jobb szélen, rövidesen Kovács Adrián érkezik majd Csáki helyére. Buszajacs Jánu. És nincs bent. Ez biztos, hogy nem volt most bent. Kis pedig a földön ülve majdnem visszaadja Buszajacs Jánunak. De csak majdnem. Krap. Támadó hiba. Bizony. Krapnak sem élete meccse ez. Én szerettem volna én is, ha egy jobb színvonalú mérkőzést lát a hazai tévénéző közönség innen Debrecenből. Részben azért, hogy ugye a debreceni csapat fényes helyezését vagy jövőjét biztos, hogy bizonyítsa. Részben azért, mert itt az utóbbi időben látva a férfi világbajnokság színvonalát, az a véleményem, hogy a nemzetközi szintéren, de akár a hazán is a férfi kézilabda sokkal előrébb van technikai, taktikai tudásban, színvonalban, menedzsmentben, nézettségben, mint a női, és hát jó lett volna ezt most megcáfolni, de hát most erre nem tudtunk cáfolat adni mi női szakák képviselői. Hát egyelőre még nincs vége, legalább egy biztos győzelem még meg lehetne. Az meg lesz. Legyen úgy.
lassacskán elérkezünk az utolsó 10 perchez majd. Csuarik. Esélytelen volt ott. Még támadhatnak. Az a bosszant, hogy bal kettőbe ad egy hosszú passzot a jobb szélsőnek, és nincs egy védő, aki ezt elvigye, sőt, utána kapnak egy ilyen betöréses gólt, ami három védő közreműködésével zajlott le. Uszúja Csiánu elől marad, és megállítják a francia játékvezetők az órát. Megsérült a bevetődésnél az irányító. 6 gólos már Uszúja Csiánu, és valóban bejött Kovács Adrián, ahogy az megjósolható volt, Csáki helyére. Na, úgy látom a B közép azért nem nyugszik bele az eredménybe. Már ebben a nagy térben sokkal jobban elvész ez a szurkolás, mint abban a kisebb közegben, ez a hódosban. És de azért remélem, hogy hajrák állunk itt az utolsó 10 percre, azért egy jó sorozat produkálnak, és meg lesz az a várva vált nagy előny, de ezek a indulásokból való visszaérkező hiányosságok, ezt megkérdőjelezhet nálam. Egy gólra feljönnek, és most kér időt Zakó Botond. Patru szerzett gólt, 25-24, és harcoljatok, szól a nézőtérről. Szükség van rá ebben a szituációban. Hallgassuk a hazai mestert. Úgy fogunk visszamenni, hogy a Fali védelembe cserélsz. A Dana marad itt középen védelembe. Oké? Dodó, itt fogsz kettesbe védekezni, Sina kettesbe, a szélsők megvannak. Fogi, emberre fogod az irányítót, jó? Ötöt, kettesek, mentek ütközni, ütközni, támadás, le vannak zárva a falak, miért nem megyünk átlőni, hatoson állnak, nincs átlövés, párhuzamosan megyünk a falak, tessék belemenni az átlövésekbe, bátrabban már, bátrabban, jó? Gyerünk! Teljesen jó észrevétel, tehát minden szempontból a saját véleményet látom visszaigazolni a Botond szavaiban, hogy ezt a falat szélességben megmozgatják, de mélységben nem. Azért az átlövések szerepe felértékelődik. Természetes, hogy ezeket az átlövéseket nagyobb hatékonysággal kellene belőni. Azt gondolom, hogy ezekhez az átlövésekhez bizonytalan átlőjáték miatt kellenek azok az állások, amiről beszéltem. Tehát akár egy irányító előkészítésből, akár egy másik átlő előkészítéséből, akár a szélső befutásaiból. Tény az, hogy egy egyenlő átlövések az állások nélkül nem túl sikeresek. Kornyák. Sinkarenko. Oda nehéz. Szabót fogták. A másik viszont meg kell jegyezni, hogy a román fal fölbátorodott, tehát most már mélységben is elhagyják a hatost. Ugye van egy előrettől a kettesük, aki a Bognár Barbit kiszedi a játékból, illetve ott tempót vesztünk, és ide szűkül a bal átlövő elé a játék. Kim volt közben egy pontatlan paszt követően a labda, az egyenlítésért támadhatnak most a vendégek. Rucu. Gyonea tovább, Gyonea. Rucu, óriási hely van előtte, és bepattog. Ide kiséva feltápászkodott, már túljutott a vonalon a labda. Ápolás következik majd, a gólszerzőt kell ápolni. Ami nagyobb baj, hogy egyenlítette. Ami még nagyobb baj, teljes káoszt látok a szemekben. Mondjuk innen messzről leelő nem jól látom, de a tévé ugye monitora segítség lehet látni a tanástalanságot a játékosok szemében, és kevésbé látszik az a tűz, hogy ezt a mérkőzést azért az utolsó 10 percre még mindenképpen el kellene dönteni. Bár megmondom őszintén, a másik fél a román csapat jobban játszik, mint vártam. Látszik, hogy nem olyan értek a kézzelabdázni, azt mondtam a szünetben, hogy 10 góllal nyerünk. Most úgy látom, örülnöm kell az 5 gólnak is, ha meg lesz. Én is úgy gondolom, hiszen szűk, illetve most bő 10 perc, inkább így fogalmaznék, bő 10 perc van hátra. Tupari csak ezéből kicsúszik a labda. Srinka. Bognár. Begyűrik Bognárt. Hát érdekes volt, hogy itt bejött a bal kettőből a kis irányító ide zavarni. Volt itt 4 védő, a Bogi tovább teszi, ott 2-1 helyzet van a jobb oldalon, a jobb átlövő
és a jobb szél számára. Szrinka. Bognár. Hornyák, Szrinka, ki fog itt lőni? Valakinek most már kell, mert fönn a bíró keze. Szrinka talpról, szép gól! Szrinka fájlalja a combját. Én kapott egy mamut kicsit, ahogy tovább lendült a kilépővel talán. Három gólos Szrinka. Nagyon kellett ez a gól. Tehát, és most már kivédekezett támadások kellenek. Szerintem a lesántikálő védekezésben amúgy sem lenne a pályán, jön Sinkarenko, és ahogy hallhattuk az időkérésnél, most Szabó sincs bent védekezésben, csak támad. Krap védekezik a helyén. Milyen Balinak voltak ott védekezésben hiányosságai. Bár azt kell mondani, hogy azért többeknek van. De egyedül kell végigjátszani a mérkőzésre, nincs cseréje. Így van, így van. Gyanea, Stupari Csováról visszakerül hozzá. Csovarik. Huszolja Csehán. Hornyák tolja rá Stupari Csovára. Pátró Drucunak ütköznek vele. Gyanea, ez meg belemenésnek tűnt, de csak tűnt. És csak a számomra, a franciák bíróknak nem. De azt gondolom rányomták. Igen, ott Sinkarenko lökött valóban, ez a kép árulkodó volt. Kellemezen stílusban játszik a román csapat, tehát most rájöttek a játék ízére, illetve az, hogy van keresnivalójuk. És azt gondolom, hogy dinamikusabban támadnak, mint a mérkőzés elején. És ez a jövő heti visszajáró semmiképpen nem egy jó előjel. Ráadásul az nagyon messze van. Igen. Úgy tudom, hogy szerdán este indul a csapat. Hálókocsis megoldást választottak. Ugye már támogatottsággal, és hát így kényelmesen át alusszák, úgymond az út egy jelentős részét. Patru beviszi a labdát. Szinte gyerekjáték volt a számára mindez. A hetedik gólja 26-26. Sinkarenko. Hornyák. Zárás kap. Ajajaj, hetes. Jogos a hétmeteres, csak a... Így is be kellett volna lőni talán. A Dóri későn vette észre ezt a hatalmas ugye rést a falban. És ugye így odaért a védés, meglökte jogos a hétmeteres, csak az észlelés volt lassú. Jön Blaga. Vele szemben pedig Bognár Barbara. Ennyire még nem kellett büntető, mint ez. Hát most nagyon kell. És nem, kivárt ezúttal is Blaga, és megpróbálta elérni a labdát, de hát itt már nem volt esélye igazából. Le volt maradva. Ez is bent van. Bognár egy tucat gólt szerzett. Üres a szél, és kiséva, fontos védés. Csak ezek a kiátszások nagyon bizonytalanok. Hát végülis a játéknak fontos eleme a lerohanás. Ez a mérkőzésen, ami a DVSZ-i játékának kb. 30-40 százalékos eredményese jelent, a gyorsítás, lerohanás, illetve a középkezdés. És a nemzetközi szinten ez nagyon fontos, most ez teljesen hiányzott a játékból. Szrinka, nagyon jó helyzetfelismerés ez is. Gyonel kis ilyen leharapja a Trandafir fejét. Trandafirnak ez a harmadik kétperces kiállítása, ő tehát már nem térhet vissza, ráadásul 7 méteres következik.
első számú beállóját elveszíti a hajrára a vendégcsapat. Bognárral szemben pedig most Bocaniala. Fölfele kell dobni. Úgy is van. 8-7-es lőtt be, 8 kísérletből. Janea. Trappal szemben, ember hátrányban vannak, és így is. Amelia Buszocsiakon, 7. gólja. Sinkarenko. Szép, nagyon szép gól. Ügyesen húzott lövés a hosszú felsőbe. Most a védekezésre összpontosítani, mert egy percig még ember hátrányban vannak. Nem szabad, hogy még egy hasonló gólt kapjunk, vagy bármilyet, mint az imént. 20 Csánú faltörő kosként belefejelt Szabó gyomrába, aki egy kicsit fölhúzta a térdét erre válaszként. Áll az óra, a labda románoké. Hát nem egy kellemes stílusú csapat, tehát tény az, hogy kint biztos, hogy meg fogunk velük szenvedni. A magyar csapat jobb csapat, tehát attól függetlenül, hogy ma a DVSZT, úgy gondolom, hogy önmagához képest gyengében játszott, de még így is azt gondolom, hogy elsősorban a védekezésben vannak olyan hiányosságok, amelyeket majd kint küszöbölve, a támadó játékban a határozottságot ugye elővéve, azért még ott is nyerési esélye van a DVSZ-nek, hisz az idegenben sem azt gondolom, hogy gyengebb a csapat. Gyone eladja a labdát, és fönn volt a bíró keze. Ez meglépés. Nagyon jó. Jó, szerintem jó fülnek a játékvezetők. Itt most egy kiállítást kell majd adni. Makó Bontond egy kicsit felhívta erre a figyelmüket, némi toporzékolással, és valóban kiállítás. Buszúja Csiánu, aki nem adta oda a labdát. Íme. Itt ezt lefújták. Itt ez a lépés. Igen, és itt nem adja oda. Ez teljesen nyilvánvaló. Jó, teljesen jó ítélet volt. Most ebben a kettős előnyben kell ezt a... Hát azt gondolom, a kettős előnyt, ha kihasználják, akkor mindig meg lehet az a jó öt gólos elő, amivel... Sinkarenko le a szélre, Stuparicova is kivédi a kapus. Másfél perc a kiállításból. És a 25. perc közepén járunk. Csáki a jobb szélső újra. Egy fő már visszajött, most valakit mindenképpen meg kéne fogni, tehát hogy korlátozott legyen a játék dinamikája. Fönn a bíró keze, Kurtean. Hűha, káprázatos labda volt, Soárik a gólszerző. Hát ezt nem gondoltam, ahol megmondom őszintén, hogy ilyet is tudod a csapat. Ember hátrányban egy ilyen helyzetben. Van lélek jelenlétük, és képzeld, akkor otthon milyenek lesz. Hazai a bal szélső most a debrecenieknél. Sinkarenko, igen. Minden gólnak lehet jelentősége. 4,5 perc a végéig. Elég sok gólt kapott. Igen. A DVSC, ez nem jön jól majd. És ami nem volt jellemző
erre a csapatra az ősszel, hisz általában a védekezésük volt a játékunkban a egyik legfőbb pozitívum. Megmondom, az a most hiányzó dinamika, középkezdés és egész pályás lerohanásokból, ez most sajnos hiányzott. Patru befut a balszérről, Kortean szereti a háta mögött tovább tenni a labdát. Most reklamál, hogy rángatták a mezét, Patru ki kell, hogy állítsák, és Sáki még így is belőli. Patru második kiállítása ez. Egyébként azt meg kell mondanom, hogy tehát a román csapat amellett, hogy itt önmagához képest szerintem jól játszott, vagy nem ismerem őket. Tehát én azt gondolom, hogy jobban helytálltak, mint ahogy lehetett várni az első percek alapján. Azért nagyban ront a hatékonyságán ebben a sok fegyelmezetlenséggel, amely akár itt a reklamálás, hogy nem ment vissza, akár az ő a labda nem letétele után, vagy akár ez a, azt gondolom, felesleges szabálytalanság, hisz ez az ittszer helyzet az úgyis adva volt már. Tehát ebben lehet bízni, hogy ezekből a fegyelmezetlenségből azért tudunk előnyt kovácsolni. Nem csak ma, itt a végjátékban, hanem akár ott kint is. Kettős ember hátrányban vannak most, már csak másodpercekig. Nagyon sok a kiállítás egyébként, náluk 9 eddig. Még a debreceniekkel 3-2 percet osztottak ki a bírók. Kettős emberfogás, egyelőre legalábbis. Brucu. Az egyik kiállított játékos visszajöhetett, Buszolja Ceanu. Ő lövi el, gyorsan és kicsi könnyelműen. Mondom, fegyelmezetlenek. Bognár, Sinkarenko, nagy játék. Jó játék. Én azt gondolom, ez a DVSZ-nek az az arca, amelyet szerettem volna látni, és amit tudik ez a csapat. 4 gól, kicsit megnyugtatóbb a különbség, és most kér időt a román edző. Egy perc 18 másodpercig még ember előnyben lesz az időkérés követően a DVSC Aquaticum, és 3,5 perc sincs már hátra. Még várunk egy kicsit, de Bognár. Igazából Bognár Barbara lesz a legjobb, még a kérdést is megelőzte Köszmer Vilmos. Tehát az utolsó 3,5 perctől függetlenül Bognár Barbarával beszélget majd Szekeres Péter kollégám a mérkőzés végén, mint a meccs legjobbjával. Remélhetőleg egy nagyon elégedett Bognár Barbarával, ahhoz az kellene, hogy ezt a hátralévő időszakot pozitívan zárja a Loki. Ez gyönyörű gól volt, el kell ismerni. A legszebb a mérkőzésen, és ember hátrányban szerezték a románok. Itt van Bognár, aki 13 gólt szerzett ez idáig. 5-5 akcióból, 8-at 7-esből. Őrzi Buszolja Ceanu. Gionea tovább, Gionea. Hordyákkal csatázott nagyon-nagyot. Nem indult el az óra, vagy lenullázó. Nem indult el. Ugyanott áll, mint az időkérést megelőzően. Egyébként azt mindenképpen a román csapat úgymond dicséretére el kell mondani, hogy tehát itt például három védő ellen a két támadó rettentő bátran csatázott. Tehát fölvállalják azokat a 1-1-2-2-3-2-3 ellen játékokat is, amit azért a magyar NB1-ben ritkán látunk. Tehát nálunk inkább a kombinatív, a helycserére, helyváltoztatásokra, befutásokra épített támadó játék van. Itt pedig sokkal több az egyéni kezdeményező képesség, a páros kapcsolatokból létrejövő helyzetek, és én azt gondolom, hogy a húzásos játék is inkább az egyéni kezdeményező képességből alakul ki. Tehát egy kicsit szokatlan a játék modoruk. Egyelőre még nem sikerült egyébként az órát előre állítani. És most le is nullázta. Ha újra kell indítani, akkor nem biztos, hogy villám gyorsan menni fog. Meglátjuk.
ez nem éppen jó egyik csapatnak sem. Ilyenkor mindig kérdés, hogy az ilyen kényszer szünetből melyik gárda hogyan jön ki. Hát remélem, hogy azt a létszám fölényt, amelyet ez a végjáték azért még mindig ad a csapat számára, azt ki tudjuk használni. Szükség lenne még egy-két gólra. Azt nem mondom, hogy a biztos továbbjutás érdekében, mert a DVSC formája most azt gondolom, hogy nem volt olyan meggyőző, ezt ki lehessen jelenteni. Biztos, hogy egy nehéz mérkőzés vár rájuk Romániában, akármilyen végjáték esetén is. Alakulgat közben az eredményhez, ez már ki van írva, hogy a második fél időt játsszák. Minden esetre a románok most fújhatnak egyet emberhátrányban. Átgondolhatják, hogy mitévők legyenek. A debreceniek pedig próbálják melegen tartani az izmaikat apró mozgásokkal. Csak a hangokra magyarázatként először a debreceni gólok számát pörgették fel 32-ig, annak örültek, amikor 0-ról 28-ig a Galatz góljainak számát, annak nem örültek a szurkolók. Természetes emberi reakció. Íme. A legfontosabb még mindig hiányzik, ami miatt elkezdődött gyakorlatilag ez a procedúra, de már nem sokáig, és megtudjuk, hogy mennyi idő van egészen pontosan hátra. Mondják 2 perc 12 másodperc, de az gyanús volt nekem, 3 perc 12-re javítanak. Így van. Ennyi van tehát hátra. Én azt gondolom, hogy határozottabb AF delegátussal és zsűri elnökkel. Ezt már régen meg lehet oldani, ezt a kérdést. Azt gondolom, hogy a kézi időmérés is ilyen esetben benne van a pakliban, és a lehetőségek között nem tesz jót a játéknak ez az állásidő. No. Nagyszerű. És akkor folytatjuk a mérkőzést. 26:48 az óra, tehát 3 perc 12 másodperc van hátra, és folytatódhat a meccs. Ugyanjának. Belövi. Szép védés Kisévától, Szabó Valéria. Sinkarenko, így még jó lehet. Kornyák, jó is, hozzáér ugyan a kapus, de beviszi a kezét szinte alatt. Remek védés volt Kistől, törölni igen kell majd. Kinyílt a fal, egyből észrevette. A nagy nehezen zárkozott fel a Kornyákhoz a többi, de végülis az egyedüli, vagy a saját maga betörését választotta. Hát ezt nem mondom, hogy megnézte a kapu, inkább erőből oldotta meg. Brucu. Gyonea. Csuarik, Gyonea. Csuarik. Ez az. Oda beteszi, vagy be akarja tenni. Több mint 10 másodpercig még ember előnyben a DVSC. Talán még végig lehet vinni gyorsan egy támadást. Úgy fest, hogy nem. Kornyák. Kazai nem viszi be. Kornyák. Visszajött Patru. Lassan játszottunk. Belül vagyunk az utolsó 2 percen. Kornyák. Bognárnak pattintja oda. Bognár. 7-es. Ügyesen vitte be ezt is. Azt gondolom, hogy a DVSC ebben a végjátékban mutatott határozottságával tudta ezt a remélhetőleg 6 gólos előnyt kicsikarni itt a végjátékot. És ez kipattan.
elindult, aztán visszafelé a kapus hátáról a labda, de nem jutott el a kapuig. 33-28. Az első kimaradt Bognár büntető volt a meccsen. Drucu. Hárman veszik körbe. Tudor most a beálló a románoknál. Uszolja Ceanu. Újabb sípszó. Nehezen hallani most. Joari kazait becsapta. Négy volt lőtt a második fél időben, az elsőben szinte észrevehetetlen volt. Kornyák, Kazai. Kornyák tovább, Bognár, Sinkarenko. Kornyák. Úgy jó! Négy gólos már Kornyák, 34-29. Szabóval találkozott. Kevesebb mint 10 másodperc. Drucu kivédi kísérve. Indítani már nincs idő, meg megpróbálja kapura lőni. 34-29 a vége. Megmaradt a szünetben meglévő 5 gólos különbség. Azért a második fél időben, a második fél idő nagy részében látottak alapján örülhetünk is ennek. Így van. Az első fél alapján mindenképpen azt gondoltam, hogy egy jelentős előny fog kicsikarni a Debrecen a visszavágóra, de a második fél meglehetősen gyengén teljesített. Összességében a találkozó másik fél a románok játéka jobban tetszett. Kihasználták azokat a védekezés hibákat, amelyeket a 2-2-zések alapján lehetőségük adott, illetve támadásban a DVSC elbizonytalanodott, elsősorban hiányoznak azok az átverések, amit itt a végén azért 1-2 bejött, és én azt gondolom, hogy egy érdekes visszavág előre néz a Debrecen, tény, hogy jelentős formajavulás kell ahhoz, hogy ez a továbbjutás biztos legyen. Rövidesen jövünk vissza a Phoenix csarnokba a szokásos interjúkkal, de addig szusszanjunk egyet. Képernyő, a 2009-es Fradi. Hogy mennyit változott és hogy mennyit kell még változnia a zöld-fehéreknek. A szakmai stábbal együtt önök is lemérhetik a Kecskemét elleni meccsen. Élő közvetítés a Magyar Liga Kupa 9. fordulójából. Ma késő délután a Sport 1-en. A magyarok idén nyitója után sem érdemes elkapcsolni a Sport 1-ről. Láthatják ugyanis a VB bronzérmes, EB ezüstérmes német válogatott első 2009-es meccsét is. A National Elf eddig mindössze egyszer kapott ki Norvégiától, de az még 1936-ban volt. Ha most is vendéggyőzelem születne, az igazi szenzáció lenne. Emlékszel a szív kalapálására? Emlékszel a mozdulatra és a mozdulatlanságra? Az ütemére, ahogy az izom megfeszül és elernyed, végtelenül a saját rendje szerint, millió generációk óta és továbbra is ugyanígy lesz. Gyurma, harmadik évad, kizárólag a Sport TV. A műsor főtámogatója az Extreme Fit. A sas éles csőrével megcélozza a sárkány szemét. A mazlánk csóvával igyekszik megpirítani a vakmerő ragadozót. Hogy ennek mi köze a Sport TV-hez? Hát a Porto beceneve a sárkányok, a Benficáé meg a sasok. Ha nem hiszik, nézzék meg, nálunk élőben a Sport 2. Rafael Nadal, Nikolaj Davidenko, Andy Murray, Joe Wilfried Tsonga. Ez a négy név magában is elég védjegynek. A rotterdami közel 1,5 millió eurós, 500 ATP pontra menő férfi tornán magas színvonalú jó meccsekre számíthatunk. Meg is mutatjuk önöknek négy napon át. A 8-at döntőtől a döntőig élőben a Sport 2-n.
Február 15-e fontos nap a kolosoknak és a georginának, hiszen ekkor ünneplik a névnapjukat. Még fontosabb azonban a Sport TV nézőinek, ugyanis párját ritkító kínálattal három elképesztő futballmeccsen lehet meg őket. Élő közvetítés az Ajax Feyenoord, a Celtic Rangers és az Inter Milán örök rangadókról február 15-én kizárólag a Sport TV-ben. Ne csináljon magának programot erre a napra. A Cleveland az elsőségért harcol keleten, míg a Phoenix a rájátszást jelentő 8. helyért nyugaton. Hatalmas különbség, reméljük, hogy egymás elleni meccsükön ez a szókapcsolat elő sem kerül majd. James, O'Neal és Nash egy mérkőzésen, vagyis Cleveland-Phoenix NBA mérkőzés élőben és felvételről a Sport TV-ben. 70 év után először. Ezen a mérkőzésen nem volt olyan nehéz dolga Kösner Vilmosnak, hiszen Bognár Barbara volt a mérkőzés legjobb ügye. Főleg a második fél időben a büntetőkben parádésan teljesített, egyetlen egy maradt ki. Gratulálok, vedd el te Pezsgőt a legjobbnak járó díj. Na, hogy vélekedsz a találkozóról? Köszönöm szépen. Én úgy vélem, hogy egy nagyon értékes győzelmet arattunk, mert az utóbbi hetekben sajnos nem úgy jött össze, hogy szerettük volna. Fejvári vereség, és utána valahogy nem találtuk magunkat, de úgy érzem, hogy kezdjük visszanyerni a formánkat. Hát egy kicsit most is hullámzott, de a végére nagyobb arányú különbség alakult ki, és így reméljük, hogy nem lesz probléma a kinti mérkőzésen. Volt ennél talán nagyobb arányú győzelem is ebben a találkozóban, nem? Hát mindenképp az biztos, hogy volt, de reméljük, hogy kint ennél nagyobbat is talán sikerül összehozni. Mi volt az ok, hogy a második fél időben már nem sikerült tovább növelni ezt az 5 gólt, sőt, ugye volt egális? Hát én úgy gondolom, hogy kevesebben vagyunk, ugye hiányzik sajnos Lulu is, Sosuki is, és ez meglátszik, mert nagyon nagy szükség van rájuk, de próbáljuk őket pótolni. Hát szerintem elfáradtunk, volt egy kis holpont, és utána cserélgettünk, frissítettünk, és újra magunkra találtunk. Akkor a néhány másodperccel az 5 mondatodba belekapaszkodtatok, hogy elég lesz ez az 5 gól. Én bízom benne, hogy elég lesz, és hogy kit még esetleg nagyobb arányőrzelet is aratunk. Köszönöm szépen, mindenképpen gratulálok a teljesítményhez, és akkor cseréljünk, jön a vezetőedző. Hát az igazán fontos értékelés természetesen a te feladatod. 3 posztot említettél az elején, hogy ahol tudod, hogy meg lehet fogni a románokat. Nem tudom, hogy véleményed szerint sikerült-e ezeket a posztokat kiiktatni? Hát egyáltalán nem, és elsősorban a védelmünknek köszönhető, hiszen 29 gólt kaptunk, ugye, jól tudom, a mérkőzésen, és ez elég soknak mondható. Azt is lehet mondani, hogy a támadójátékunk akadozott, de így is sikerült 34 gólt lőni. Felteszem ugye magamnak a kérdés, hogy mi lett volna, hogyha még jól is támadunk, és az átlövőink bátrabban kézlabdáznak, hiszen úgy gondolom, hogy megvoltak azok a területek és azok a lövő lehetőségek, amikben kellett volna vállalkozni. Valamiért elbizonytalanodtak, biztos, hogy egy nagyon magas 6-os fallal tudtak védekezni az ellen a galaciak, de hát megbeszéltük, hogy hova kellene vinni az átlövéseket és a befejezéseket, de ez nem sikerült mindig megvalósítani. Én védelemben látom most is az elsődleges nagy hibát. Úgy gondolom, hogy a megfelelő agresszivitás elmaradt, mélységben nem mozogtunk eleget, nem ütköztünk, nem vállaltuk fel az ütközéseket, és sokszor csak lögdöstük a támadókat, amiből még megtalálták a sávokat és gólokat tudtak lőni. Sőt, nagyon bosszantó gólokat, főleg az első fél időben úgy gondolom rengeteg elkerülhető gólt kaptunk. És azt gondolt, hogy elfáradt a csapat, ezért nem tudott az 5 gólról akár 6-ra, 7-re vagy 8-ra növelni az előnyből? Igen, nagyon elfáradtunk, és főleg a Szabó Valinál volt ezért fontosságú, hiszen ő volt ugye a védelem közepe is, és nem bírta a védelem támadás 60 percen keresztül, jó lett volna egy picit tudjuk pihentetni, de viszont Ukrakol kiesésével nagyon visszaestek a lehetőségeink. A többiek nem igazán alkalmasok ezeknek a posztoknak a megoldására a védelemben, és nagyon sokat szenvedtünk, amíg meg
megtaláltuk egy picit a stabilabb védelmet. Sajnos csak az utolsó 6-8 percben láttam azt a lábmunkát és ütközés számot, amit kellett volna egész mérkőzésen véghez vigyünk. Pont ezt akartam mondani, hogyha elfáradtak a lányok azért, akkor a véghajrá parádésen sikerült, ennek ellenére, hogy fáradtak voltak, sikerült visszaszerezni az 5 gólt a végén. Igen, hát itt ugye az hozzátartozik az, hogy a közönség az nagyon sokat segít a nehéz pillanatokban és átlendítenek a nehéz pillanatokban, viszont hát hozzátartozik az is, hogy kis Éva a kapuban megfogott néhány labdát és a védelmünk is egy picit talán stabilabb lett, ennek következtében tudtunk könnyebb gólokat lőni és könnyebben helyzetekbe kerültünk, valamint rengeteg kiállítás is volt a mérkőzésen, ami azért könnyített a dolgunkon. Én úgy gondolom még egyszer, hogy védelemben rengeteget kell fejlődnünk, jobban kell tömörülnünk és jobban kell, többet kell faltolnunk, illetve hát ezeket a játékosokat, akik szervezik és akik előkészítik a játékokat, jobban ki kell tudni kapcsolni. Elég egy hét ennyi feladat megoldására? Én úgy gondolom, hogy ez azért kell elegendő legyen, mert nem nulláról kezdjük és nem most kezdjük ezeket el. Nyilván ki fogjuk elemezni és megnézzük ezt a mérkőzést, felkészülünk lehetőleg még jobban az ellenfél játékából, és bízunk benne, hogy ez a pár nap elég lesz ahhoz, hogy egy jobb felállásban és egy jobb játékot tudjunk kint produkálni, mert nagyon fontos lesz. Köszönöm szépen, mindenképpen gratulálok természetesen a csapatnak az elért sikerére és az 5 gól előrért a visszavágóra. Na hát majd kiderül, hogy elég lesz-e. Én bízom benne, hogy igen. Innen a riporterrel húcsúzom, de természetesen Krisztián, ti jöttök a végszóval. Köszönjük szépen. Nagyon sok mondat visszaköszönt, illetve megjegyzés abban, amit Bakó Botond mondott, abból, amit te említettél. Itt gondolok itt a védekezésre, az átlövők viszonylagos passzivitására. És hát megnéztük, 20 gólt lőtt a három kulcsember, tehát őket sem sikerült kivenni a román csapatból. De akkor a tanulságok megvannak az edzőnél is villámgyorsan. Így van, nagyon jól értékelte a Botond a meccset, tehát nehéz mit hozzátenni. Azt gondolom legfeljebb annyit, hogy még van két olyan szegmens ennek a meccsnek, amiben ha javul a DVSC, akkor a kinti találkozót is sikeresen vívhatja meg, amiben ugye Bognár Barbis is vízik. Egyik a támadásoknál, a gyorsindítások véghezvétele, akár a középkezdés lerohanásoknál. Ebből reméljük minél kevesebb szer kell majd gyakorolni. A másik pedig az egész pályás lerohanásoknak a tudatosabb és dinamikusabb végrehajtása, és ennek az ellentételezése, a visszaindulás vagy visszarendeződés. Tehát számítani kell, hogy előindul a patru, jól indulnak, tehát nem is lerohanásokat visznek végre, hanem inkább közvetlen vagy páros indulásokat. És ha ebben a két kategóriában a DVSC az őszi teljesítmények megfelelően tud produkálni, akkor biztos vagyok benne, hogy a továbbjutás elérhető, mert összességében ebben a közepes támadójátékban is inkább gyenge védekezéssel is 5-0 szerint tudok kicsikarni. Igen, ez feltétlenül pozitívum, és hát bízzunk abban, amit Bognár Barbara mondott, legyünk igazán optimisták, hogy kint még ennél is nagyobb gólkülönbséggel tud győzni a DVSC Aquaticum a Galac ellen. Kedves nézők, innen a helyszínről valamennyi munkatársam nevében köszönjük a figyelmüket, a szó a továbbiakban a budapesti stúdiójé. A félidei beszélgetésünk után egy kicsit azért meglepett minket a Debrecen játéka a második félidő elején. Igen, hát nagyon álmosan kezdtek, és mire gyakorlatilag visszajöttek a mérkőzésbe, már kiegyenlített a Galac. A románok nagyon